Nos, ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb befagyás után. Franz tudja, mi volt ez, de... There's one of those big goons now. Start your camera rolling on him, and then let him have it. De előbb törjük fel ezt az automatát, mielőtt elkezdjük a felvételt arról a vadállatról. Fú, jó van, azt hittem, hogy már egy nagybácsi vetti minket észre. Közben csak egy hugica. Na hajrá, te faszfej, gyere! Gyere csak, gyere csak, gyere csak! Ó, új képesség, fúrólökés. Tarod le ellenfelédet ezzel a pusztító támadással. Ú, de jól láttam, a nagybácsi is megharagudott rám egy kicsit. De csak egy kicsit. Itt van a tökéletes alkalom viszont, hogy a nagybácsira is nyomassunk egy fejlesztést. Look at you, sport. A regular junior shutterbug. And it appears you picked up a new trick from that big galoot. Now get back to the Sinclair Deluxe and just bust through that mess blocking your way. Na! Gyere csak a vállamra. Hogy? Így van. Ezzel a nagybácsival már is foglalkozzál. Nos, mivel lefőtt a játék, és ő nem igyezte meg a játék a mentésemet, igyekeztem mindent úgy csinálni, ahogy eddig is tettük. Wow. Hú, nem csapda cuccokat kellett volna lőnöm rá. Szóval igyekeztem mindent úgy csinálni, ahogy eddig is tettük, tehát azokat a tárgyakat felszedni, azokat a azokra a helyekre elmenni. Nos, mivel a játék mindig véletlenszerűen generálja a tárgyakat, azért nem tudtam mindent pontosan ugyanúgy csinálni, mint eddig. De röviden tömören annyi a lényeg, hogy nem maradhatok le semmiről. Továbbra sem, tehát csak azokat az utakat jártam be, így kamerán kívül, miközben eljöttem ismét idáig. For Grace, the paradise of Andrew Ryan was most unkind. She spoke against him in song, and he had her blacklisted. It left her penniless. But in the family, she has found hope, a reason to draw breath. Ask yourself, Delta. Do you deserve to take it from her? Igazából Deltának ennek semmi köze nincs hozzá. Na szóval, igyekeztem ott csak azokra a helyekre elmenni, hogy ti sem maradjatok ki semmiből. Szóval, igazából tovább nem haladtam anélkül, hogy ti is részesülnétek az élményben. Szóval remélem, hogy most már többet nem fog kifagyni a játék, illetve a mentéseim sem fognak most ma odaveszni, mert az előző kifogyásnak képzeljétek el, oda lett sajnos a mentése, amit éppen csinálni akartam. Az valószínűleg azért lehetett, mert a kifagyás az mentés közben történt. Úgy néz lefekszik, köszönöm szépen. Ó. Biztos, hogy nem. Úgy néz. Igyekeztem a szabdalókat is ugyanúgy kutatgatni, ahogy az előző videóban, de mint tudjátok, lesznek itt különbségek sajnos. De igyekeztem a legjobbat nyújtani, higgyétek el. Ahogy gondolod, öregem. Na. Szóval sikerült elnyernünk azt a képességet, hogy neki tudjunk fúróval futni az ellenfeleknek. Ezt mindjárt demonstrálom is. Zseniális képesség! Hogyha a shiftet megnyomjuk és úgy célzunk az ellenfelekre, akkor így nekik rohanunk és elküldjük őket a pokolba. Submit to the debates with Lan, we defang her. I have done so. And have you been to Pauper's Drop, Bill? Listen. When you're down and out,
song, these Oblomovs hand out her manifesto. Her face adorns every wall. Saint Lamb. You made her, Verdunna. And now, you will convince the Council to sponsor her silence. Igen, az emberek képesek mocskos dolgokhoz jutni, hogyha valami nem megy nekik. Hinni, csend legyen. Ahogy én is képes vagyok a fegyveremhez nyúlni, hogyha csendet szeretnék. Wow! Ó, azt a mindenit. Hát ezek micsoda. Tűzvihar. Ryan Industries az tűzviharról üdvözli ellenségeit. Gyújtsa fel ellenségeit, ha megütik. Ha megtámadnak, beindul a tízes taszítás és, megégeti a környezetben lévőket. Egyelőre ez legyen elrakva. Viszont hogy a túróba jutottam ide? Ja persze, itt jöttem, végig is meg sem néztem ezt a helyet, mert demonstrálni akartam a srácon az új képességünket. Már igen, igen, így már tiszta a kép. Na arra úgy adok, hogyha össze-vissza beszélnék, lassacskán hajnali fél három van itt nálam, miközben ezt a felvételt készítem. De ezzel a fejezettel, ezzel a pályával most már mindenképpen kész szeretnék lenni. Na, hozzád nem is fog kelleni a szerkezetünk. Így, né, köszöntöm szépen. Ez így bőven elég. Ó, tényleg, te mit hagytál el? Nagyon király. És most már, mivel megvan a képességünk, ezért el tudjuk takarítani a törmeléket a Sinclair's Deluxe Hotelból, amit az egyik brutális szabdaló állított az utunkba. Szóval mindenféle probléma nélkül tovább fogunk tudni haladni, hogyha minden igaz. Ah, Istenem, hol vannak az ellenfelek? Fent, lent, itt, ott, ott. Aha, ott! Hamvasztó, please. Hey! Azt mondja a kis fugicó, wow, what a cukor! Egyem a kis pofáját, de aranyosak. Wow, wow, wow. Hát ez meg mi? A Limbo terem? Na, itt énekelgetett ez a afroamerikai hölgyemény, Grace Holloway. És el is hallgattatták, ahogy felfedezték az énekeiben azt, hogy Andrew-t fikázza. Here, father. It's yours. You are evolving fast. Your heart is getting weaker. I can keep you alive, but you must find me. Ó, Eleanor drágám, igyekszem. Hipnotizáló. Nincs több szabad helyed, igen. Megzavarja az ellenfeleit, hogy azok egymást épjék szét. Ú, az nekem nem kell. De azért köszönöm szépen, drágám. Drága, drága Eleanorom. Tele van a tárcám is, azt a mindenit. Ó! Használod a hipnotizálást az ellenségeken, hogy egymást támadják. Most mivel elraktam, ezért nem tudom használni sajnos. De hát... Békésen táncigálnak ott, szóval nem is igaz, annyira nem is szeretném őket zavarni, szóval... Én csak itt átmennék. Hát jó, persze. Pedig én csak át akartam menni békésen mindenféle rossz szándék nélkül, ti is láttátok. Ajándék. Ó! Ti is láttátok, hogy nem akartam gondot. Imádni volna, ezt minden játékban el kell játszani, akárhogy ilyen zongorával találkozik az ember. Na nézzünk be a színfalak mögé. Isten az emberekben van. Ebben lehet valami. Mit látnak szemeim? Mit látnak szemeim? Fegyverfejlesztő állomás, végre meg tudom mutatni, hogy a vadászpuska az miféle cuccok vannak. Nézzük csak, van tárkapacitás a vadászpuskához. Egy kettős revolver mechanizmus 6 lövést tesz lehetővé újratöltést. Nagyon király. Megnövelt sebzés a vadászpuskához. Egy lefűrészett puskacső minden lőszertípus sebzését megnöveli. Nagyon király. Tesla fejlesztés a vadászpuskához. Minden korábbi frissítés szükséges ennek feloldásához. A lövés kinetikus energiája által feltöltött dinamok véletlenszerűen elektrosokkot generálnak. Nagyon király. Na én egyelőre a szeges pisztolyunkat fejleszteném tovább.
Megnövel sebzéssel elsősorban. Oldítój, nyújítój, mondja a mi kis drágánk. És utána keresgélnénk is tovább. Na, ez elvileg... Oké. Okay. Ez elvileg Grace Holloway-nek a terme, ahol készült fel a fellépéseire. That's it. We have to close down the limbo. Bomb goes off in that fancy place uptown and everybody panics. Pulls their money out of the banks. A whole city tugging on the same dollar bill. So the banks fold. And maybe one in ten got their savings out. Who's gonna come here meet Nightingale and about how broke they are? How am I gonna provide for little Eleanor? Oh, Istenem. Hát ez sajnos igen. A Rapture sajnos el volt ásva teljes mértékben ebből a szempontból. No. Viszont remélem, hogy mindent összeszedtünk itt lent, amit nekünk kellett. Nem vagyok benne sajnos túlzottan biztos. Már feltörtük, jó. Annyira hiányolom, hogy az automatáknak már nincs meg az a egyedi sajátos hangjuk. Se az értékek cirkuszának, se az ellámó banditónak. Igen! Hatalmas az új képesség, nagyon-nagyon szeretem. Igen, igen, látom drága, hogy ott van egy kis Adam, de egy pillanat türelmet kérem. Én itt szeretnék egy picit nézelődni. Nem. Ó, oké. Két oldalról lőtték Zana szét szegényt. Na nézzük csak. El kéne ezt a hugicát intézni. Abból a szempontból, hogy... Hogy lerakhassuk őt, és utána megküzdhessünk az őt védő nagynénivel. Na csak egy kolléga! De először, nézzük csak, hamvasztót használjuk, mert akkor az ellenfelek megpróbálna beleugrani a közelbe lévő vízbe. Na nézzük csak, arra gondoltam, hogy két mentést fájt csinálok, és hogyha ne adj Isten megint befagyás lesz, akkor az egyik biztos, hogy megmarad. Biztos, amit tuti. Na, gyerek drágaságom. Dologra. Nem. Ú, viszont aznak nem örülök, hogy ez a nagybácsi is itt fog kóklerkedni. Rohadtól nem örülök neki. Nagyon nem örülök neki. Mert minden oldalról jönnek ezek a szerencsétlenek is. Így van. Így né. Ó! Szarházi! Úgy van az! Ó! Íte! Tudnám mi az ördög! Ó, már értelek, oké. Ó, csak próbál a gyógyállomásnál gyógyulni. Elvileg fel van törve. Na. Amíg a hugicámhoz hozzá nem nyúltok, addig rendben vagyunk. Addig teljes mértékben rendben vagyunk. Na nézzük csak. Ó, egy szegecset ott hagytam. Silly me! Jényni. Az a baj, szinte mindenből van már mindenem, és nem igazán tudok semmit se felvenni. Ami abban a szempontból baj, hogy végül is nem gond, de hát na.
Szinte mindenből van valami, az a lényeg. The Tin Daddy is not a man. It is half dog and half devil, made by Andrew Ryan to condemn our children to a walking death. Igen, úgy gondolod? Pif! Úgy gondolja, kedves hölgyem? Hát, ha még tudná, hogy csak egy véletlen egybees, egy nagyon, nagyon buta véletlen miatt vannak nézeteltéréseink. Hát, ha ő azt tudná, de hamarosan meg fogja tudni. Nézzük csak. Mentek itt ám az összeesküvések mindenki háta mögött. Hol Andrew Hopper, Sophia Lamb részéről. Oké, nézzük csak, hogy hol van az utolsó holttest. Amiből ki tudunk nyerni még több Ádámot. Wow! Az Isten áldja meg magát is. Szóval... Erre is volt. Ó, erre. Ó, hát persze. Most az egész jó bevéthető helynek tűnik. Szóval... Hú, az de hülye helyre sikerült nyomatni. Oké, töltsük újra a helyet. Csend legyen! Csapdát állítok éppen, nem látod? Ilyenkor nem szabad engem megzavarni. Na nézzük csak, oké. Okay. Akkor ismételten mentünk kettőt. Még mielőtt a hugicát leraknánk. És akkor indult a, ennek a pályának az utolsó betakarítása. Hajrá! Tadám! Hajrá, drágám, dolgozz! Igazából annyira nem szörnyű a normál lőszert is használni, legalább mindent el fogom lövöldözni. Nem is igazán értem, hogy gondolják azt, hogy én egyszerűen csak oda fogom adni a kislányt. Nem benn, drága, dolgozzál, csak nyugodtan. Ne aggódj, én vigyázok rád, az anyára úristenit! Na, végeztünk is, drágaságom, gyere ide! Gyere ide! Nyugi, nem megyek, te jössz hozzám! Oké. Okay. Szóval, ezzel is végeztünk, már csak a hugicánkat vissza kéne vinni a kis rejtek helyére. Nem szeretem, mikor ezek a baromarcok közbe ültöznek az én monológiaimba. Nagyon nem szeretjük őket. Az a baj, hogy átkutatható holttest sem maradtózottan utánuk. Még ennyire is alkalmatlanok, szegények. Na de semmi gond, ennyi baj legyen. Viszont, hogyha én ezt a hugicát visszaviszem, lenne olyan valószínűsége, hogy egy nagy néni meglátogat minket, szóval... Keresnünk kéne valami automatát, ahol fel tudunk tankolni mindenféle jóból, és jól el tudjuk verni a pénzünket. Annak nagyon-nagyon tudnék örülni.
Jaj, de miért megint a csapdaszegecs van kiválasztva, öregem? Fene vigye el, lehet nem váltottam át. De nézzük csak, hú, ez még nincs feltörve. Boing. Inni. Nagyon jó, köszönöm szépen. Kell akkor nekünk ilyen. Kell ilyen lőszer. Illetve egy El Amo Banditót jó lenne találni igazából. És egy jó bevéthető arénát, ahol ténylegesen tudunk is fellépni a... ahol ténylegesen fel is tudunk lépni ezek ellen a mocskok ellen. És rendesen be is tudjuk védeni magunkat. Az jó próbálkozás volt öregem. Öregem, ez jó próbálkozás volt. Ki is kutatlak ennek örömére, köszönöm szépen. Nocsak. Ó, nem. Nem kell ide ez a gonosz nevetés. De az egy kutatás mindenképpen jött. Wow! Azaz! De már nem is értem, mit gondolnak ezek, hogy ennyire szembe bírnak szállni velem ilyen alacsony fegyverekkel. Meg ilyen szervezetlenséggel, amit tanúsítanak. Hihetetlen, hogy hihetlen szembe mernek szállni velem. Na, egyelőre még nem megyek a motelbe. Első dolgom az, hogy a hugicát lerakjam valami biztonságos helyre. Ó, baszki! Na, gyere te nagy mamlasz! Hová mész te nagy mamlasz, mi? Gyere csak vissza! Hát ez se tartott túl sokáig. Meg is feledkeztem, hogy itt volt az ágyú, ami tud nekem segíteni. Így is van. Valaki baromira, de baromira szeretett volna kiabálni velem. Nem hagytam neki túl sok esélyt, szóval. Most szóljon. Hopp! Hopp, 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 hopp. Most szóljon, vagy hallgasson örökre. Gyere csak ide, öregem, gyere csak ide. Az ánuszba. És itt egy El Amo Banditó, nagyon jó. Nagyon jó. Mert akkor ennek örömére veszek, ó, ez kicsit sok lett. Veszek szegecset, veszek ilyet. Veszek ilyet. És többet nem tudok venni. Ami nekem jó lenne igazából. Ha már csapda szegecset még tudok venni, és akkor lesz még több hely a pénztárcámban. Ennyit igazából. Oké. Egy nagy probléma, hogy páncélfeltörő lőszert nem igazán tudok sehol se venni. No, de nem baj. Nézzük csak, találni kell egy hugicarejtek helyet. Pontosan ott is van egy. Menteni, és akkor várni a nagynénit. De szép is lesz, az mentünk is előtte egyet. És miután a nagynénit elseggelt, utána megyünk tovább a motelbe. Meglátogatni Grace Holloway-t. Hogy elkérjük a genetikai kulcsot, és megszüntessük a lezárást. Na hajrá, drágaság! Jó van, drága. Menj be szépen a helyedre, nekem fedezékbe kell vonulnom, mert a nagynéni már is jön. Amint halljátok ti is. Már is itt van. És mindig tök véletlenszerű, hogy honnan fog érkezni. Oh-oh. Hello!
Maximális nyilván megnövelve. A nagynénik sebezhetőek páncéltörő lőszerrel szemben, ez nagyon király dolog. Próbáltam ezt a tűztucot elkapni, amit lő rám, de nem egészen sikerült sajnos. Szóval... Ó, basszus, pedig már majdnem sikerült. Azt akarom elérni, hogy rámenjenek a biztonsági robotok. Na most! Esély szem, jaj, ne! Ez itt is szablaló? Az nem jó, hogyha itt van. Te takarodjál innen, neked meg kell halnod. Hogy miért mondom ezt? Hogyha valamilyen szabdaló van a közelben, akkor a nagynéni azt felhasználja arra, hogy az életerejüket leszívja. Látjátok? Azaz. Vigyázz, a nagynéni képes Ádámot elszívni a szabdalokból és így meggyógyítja magát. Láttátok, mit művelt azzal a csajjal? A hosszú, nem is tudom, injekciós tűjére felszúrta, és akkor szépen elkezdik kiszipkázni belőle az Ádámot, és így fel tudja tölteni a saját életerejét. Na, ezért nem jó, hogyha a szabdalók vannak konkrétan körülöttünk, miközben nagynénivel harcolunk. Ó, ez az. A nyeremény az kárpótolt minket mindenféleképpen. Az mindenféleképpen kárpótolt minket. És amint látjátok, a nagynénik ezekben a kis ketrecekben rabolták el a lányokat. Amint látjátok, kis masnik is vannak rajta. Szóval, já. Ők a nagynénik. Viszont most már is mit tudunk Ádámot elkölteni a begyűjtők kertjénél. Ennek örömére az összes készletemet feltornázom maximumra. És akkor irány tovább a Sinclair's Deluxe Hotelhoz a fejlesztés után. A begyűjtők kertje, na nézzük csak. Egészségfejlesztés, éva növelő, villámcsapás 2, telekinézis 2. Erősebb telekinézisnek hála, erősebben tudsz dobni és nagyobb sérülést okozni. Nagyon király, nézzük mi van még. Nézzük csak. A ciklóncsapda egy nagyon jó cucc. Villámcsapás. Láncvillámmal egyszerre több ellenfél is elkábítható. Jó. Egyelőre plazmit fogdalat kéne nekünk. Az üres helyre pedig berakhatnák a hipnotizálót. Röhögjél, miközben egymással verekszenek. Na. Tudnék még fizikai tonik helyet venni, vagy pedig a villámcsapás 2-t, vagy a ciklóncsapdát venni. Létrejön egy csapda, ami a csapdalókat a magasba emeli, és eséskor sérülés szenvednek, ez nagyon jó cucc. Ugyanakkor a favos fuvalat is tök jó. Megfogyasztja az ellenfelet, zúzd őket darabokká. De a csali se rossz, létrehoz egy csalit a támadásuk elkerüléséért. Viszont a telekinézist én nagyon szeretem használni, szóval azt felfejlesztjük. És ami maradt, hát abból felfejlesztem a villámcsapás második szintre. És így most már mi vagyunk a legkeményebbek. Na nézzétek csak meg. Ha nyomva tartjuk ilyenkor a jobb egérgombot, akkor fel tudjuk tölteni a villámunkat, és ha ilyenkor eltalálunk egy szabdalót, akkor, és ha van a közelében más ellenfél, akkor az átterjed rá is. Yeah! Hatalom! Korlátlan hatalom! Oké, merre is kell mennünk. Jó. Egyelőre használjuk tovább a szegecselőt. Egyelőre. Sinclair Deluxe. Na jó van, öreg emberek, jövünk. Jövünk ám.